Frissen ültetett fiatal gyümölcsfák a Baranya megyei kárászon. Az önkormányzat területén újabb növények kerültek a földbe. Az önkormányzat egy megkezdett folyamatot tudott most folytatni. A Mázai Turisztika Egyesület közvetítésével a Kecskeméti Híres Faiskola Kft-től kaptunk gyümölcsfákat. Almát jó részt, tehát a többsége alma, van benne cseresznye, illetve szilva, meg némi virs is. És hát gyakorlatilag az önkormányzatnak volt már, illetve van már egy gyümölcsöse, ahol több mint 100 fa van, jó része birs, és hát most ez kerül kiegészítésre, illetve megnövelésre. A Mázai Egyesület vezetője kereste meg a faiskolát, hogy támogassa a falusi kertekben az önkormányzatok földjein a gyümölcsfa ültetést. Sikerült több száz gyümölcsfát beszerezni, közel 2 millió forint értékben. Ezzel a programmal részben az önkormányzatok által kiültetésre kerülnek a gyümölcsfák. A gyümölcsfák többi, tehát gyümölcsfa többi része pedig szétosztásra kerül a falusi lakosság részére. Máza, egyházas kozár és kárász szerepel most a programban. A kárásziak szeretnék majd értékesíteni a termést. Ebben segíthet a gyümölcsfeldolgozójuk, ahol leveket készíthetnek majd. Az értékesítésből befolyt összeget pedig a közösségre fordítják a faluban, tudtuk meg a kárászi polgármestertől.